Kedves nézőink és hallgatóink, nagy szeretettel köszöntöm Önöket. Párbeszéd az emberért, az az egyházak szerep a mai társadalomban című műsorunk. És hát kiem műsorunk alkalmából, és hát nagy szeretettel természetesen mai vendégemet, dr. Fekete Károlyt, a Református Egyház Tiszán túli kerületének püspökét, professzor urat is, hiszen sokan úgy ismerték meg, és nem püspökként, de ma már püspökként is ugyanolyan professzor. A, hát, és mondjam, nem csak Debrecen és környékén, hanem most már az egész országban is ismert személyiségé vált. Köszönöm szépen a meghívást, és örülök, hogy itt és nektek. Örülök, hogy elfogadtad, mert végül is több szempontból gondoltam, hogy veled is kellene egy beszélgetés, Csomós Jóska is. És hát Steinbach József után is, meg több református egyház különböző intézmények vezetőivel is. 500 év jegyében, az egész év azért végig is a reformáció jegyében. Hogy egy picit erről is beszélünk, és hát ezen belül azért mégiscsak azt mondom, hogy Debrecenhez kötődik a 450 év is. Igen, ami kettős jubileum van. A kettős jubileum, ugye, mert végül is a református, magyar református egyháznak az igazi, az, az is Debrecenhez kötődik. Erre kitérünk, de előtte azért egy picit Fekete Károlyról. Honnan indultál, és tulajdonképpen hogy jutottál ahhoz, hogy végül is te ezt igazi hivatásként, szolgálatként végzed nagy szeretettel, és tulajdonképpen nagy népszerűséggel ezt a feladatot. Köszönöm szépen, hogy elmondhatom. Egy érdekes képződmény a mi családunk, mert anyai ágon földművesek, gazdálkodók, egyszerű emberek, Tornyospácáról, Felsőszabósból, Kisvárda mellől jöttem, Kisvárdán születtem, de hát azért, mert ott volt kórház, egyébként én Tornyospácainak vallom magam. Édesapám részéről viszont anyai és apai ágon is egy nagyon sok generációra visszamenő lelkész, református tanító, református kántor tanító családból származom, a Rácz ágon is, illetve a Fekete ágon is, és talán, ha nagyapámig visszamegyünk, ő Zalaegerszegen volt templomépítő lelkipásztor 1926 és 41 között, pont abban az időben szolgált ott, amikor még Mindszenty József a város prelátusaként és a plébániát vezető lelkipásztorként működött, akivel egyébként jó kapcsolatban voltak, de hát az az ökumené, ami a két világháború között volt, az egy kicsit más volt, mint a mai korszakban. 200 szorványa volt nagyapámnak, Vas megye és Zala megye tartozott hozzá, aztán amikor Vasvárt sikerült talpra állítani, akkor az levált, de még később is hát nyakába véve a Dunántúl jó részét, ő szervezte a saját gyülekezetét, lapot készített a számukra, hogy elérje a híveit, úgyhogy a sajtóhoz való vonzalmam az onnan fakadt, hogy nagyapám több sajtóorgánomat szerkesztett. Verselt is, mint egy jó pápai diákhoz illik. Úgyhogy mi Somogyból származunk, a Fekete ágon, és amikor 41-ben elkészült a templom, amelyet Szekhalmi Bálint készített, tervezett, aki egy nagyon neves, a Kóskároly iskolához tartozó erdélyi stílusú templomokat épített, többek között a miskolci tetemvári templomot is, vagy a Mosonmagyaróvárit, a Keszthelyit, és Nagyvárad réten volt az egyik utolsó alkotása. Tehát tényleg egy nagy hírű templomépítő volt. Amikor ez befejeződött, akkor nagyapám cserélt egy olyan helyre, amin ma elcsodálkozik mindenki, mert egy kis falu 4000 lakossal Felsőszabósban elcserélni egy ilyen zalaegerszegi parókiát, ezt ma furcsálkodva hallgatjuk, csak azt nem tudja, aki furcsálkodik, hogy míg nagyapámnak volt néhány száz híve a szórványban levő hívekkel együtt is Zalaegerszegen, addig 1500 templomba járó református kapott egy helyen, Tornyospálcán. És ez egy nagy váltás volt, de
de minden vasárnap teltemplom hallgatta Tornyospálcán. Sajnos 57-ben már az én születésem előtt meghalt, úgyhogy én már nem ismerhettem őt csak az írásaiból, meg az emlékekből. Édesapám pedig követte egy nagy templomi segédlelkészi időszak után, meghívta a gyülekezet nagyapa után, és ő is ugyanúgy 15 évet töltött Tornyospálcán, mint nagyapám. Aztán került Kabára, ott voltam felsőtagozatos, egy nagyon szép gyermekkorom volt, kiegyensúlyozott, jó pajtásokkal és gyerekbarátokkal, és aztán onnan mentem a Refibe, Debrecenbe, az egyetlen akkori protestáns középiskolába, amelyik megmaradt az államosítás után. És azt a milliót, ami engem Debrecenben fogadott, és igazából el sem tudtam volna képzelni, hogy máshova menjek, mert édesapám is annyi mindent beszélt a kollégiumról, nagyon szeretett ott lenni, kántustag volt ő is, én is követtem ezt, és hát a zenei véna ott bontakozott ki, úgyhogy elkezdtem orgonálni, és annyira megszerettem az egyház zenét, hogy a érettségi után Miskolcon a Bartók Béla zeneművészeti szakközépiskolába mentem, szakmai tagozaton Virág Endre orgonaművész tanítványa lettem, és meg is szereztem a zenei érettségit. Egy sikertelen zeneakadémiai fölvételi után azt beszéltük meg a vallástanárommal, Rózsa Ittivadarral és a zenetanáraimmal, hogy ha nem sikerül ez a direkt zenei út, mert akkoriban egy hely volt évente a organistáknak, és rögtön két olyan növendék volt, aki biztos befutó volt innen Budapestről, Virág tanár úr meg Miskolcon tanított, úgyhogy szépen végigcsináltam a fölvételit, de szinte előre tudtuk, hogy mi lesz a végeredmény. És így a másik utat próbáltam meg, hogy az egyház zenével nem csak organistaként lehet foglalkozni, hanem teológusként is. És amikor elkezdtem a teológiát, akkor az első év után annak rendje és módja szerint katona lettem. Másfél évet töltöttem Lentiben. Egy olyan nagyszerű társasággal, nem túlzok, kb. 50 teológus volt abban a másfél évben Lentiben. Római katolikus, görög katolikus, evangélikus, református, baptista hitű fiatalok, akikkel a mai napig, ha találkozunk, ott tudjuk folytatni, ahol abba hagytuk. Úgyhogy egy olyan élő kortárs csapat van, akikkel ott átélve nagyon szép dolgokat is, meg éles lövészetet is, meg őrségeket, nagyszerű beszélgetéseket és közös imádságokat. Egy olyan testvéri kapcsolatba kerültünk, ami szerintem meggazdagítja a magyar kereszténységet ebből a korosztályból, és mivel előtte is voltak már katonák, meg utána is, én azt gondolom, hogy ez megalapozott egy olyan bizalmi kapcsolatot, ami visszaköszön teológiai síkon, egyházi síkon, gyülekezetek között. Ez egy áldása lett annak, amit akkor nem örömmel fogadtunk. Aztán sikerült összevonni egy évet, és így 1988-ban kerültem ki ősszel a nagy templomba segédlelkésznek. Itt 4 évet töltöttem, közben már a teológián tanítottam, mert az egyik kedvenc tárgyam a hitvallás területe volt, a rendszeres teológia. Úgyhogy 92-ben pedig meghívott a teológia főállásba, úgyhogy a nagy templomot ott hagytam, és átmentem a teológiára. És rektora is lettél aztán. Hát minden fokozatot végigjártam, amit lehetett a kollégiumban, és 1997-ben választottak meg először rektornak, aztán több újraválasztás történt, és amikor a szabályzati utolsó lehetőség megjött, akkor örömmel mentem visszatanítani. A gyakorlati teológiai tanszéken folytattam aztán a munkásságomat, mert a doktori témám elterelt. Makkai Sándor, aki erdélyi püspök volt, és a Magyarországra települése után pedig Debrecenben lett teológiai professzor, meg nagy hírű egyházi személyiség. Ő neki az első korszaka a rendszeres teológiához kötődött, dogmatikát, etikát, vallásfilozófiát tanított Kolozsváron, és
én ő belőle szerettem volna doktorálni. Erre Makkai László professzor úr hívta fel a figyelmemet, kezemben nyomott néhány könyvét Makkai Sándornak, az édesapjának, és azt mondta, hogy Károly, ezt nézze át, és majd ki fogom kérdezni. És ez így is történt, hogy vizsgáztatott, már nem abból a szempontból, hogy egyháztörténet. Így van, hogy mennyire tudok ráhangolódni, és amikor tetszett neki ez a beszélgetés, akkor azt mondta, hogy ő a sárospataki makkai hagyatékhoz engedélyt ad, és ezt meg is tette, akkor a igazgató urat fölhívta, és mondta, hogy ha Fekete Károly megy kutatni, akkor mindenhez jusson hozzá. Ez így is történt, elkezdtem kutatni, már a szakdolgozatomat is Makkai Sándorból írtam, és a kutatás közben kiderült, hogy Makkai Sándor valóban oktatott Kolozsváron rendszeres teológiai tárgyakat, de sokkal nagyobb eredményeket és korszakalkotóbb dolgokat hagyott maga után a gyakorlati teológia terén, lelki gondozástamból, a prédikációs irodalom a két világháború között hiányos lenne, hogyha Makkai Sándort kihagynánk ebből. És azt, amit tett a nemzet öntudatának a megtartásáért Erdélyben, a magunk revíziójával és a többi eszéjével, kiderül számomra, hogy itt nyilván föl kell dolgozni a életének az első korszakát is, de ami igazán hangsúlyos, és amiből tényleg érdemes doktorálni, az a gyakorlati teológia munkássága. Úgyhogy így átterelődtem a gyakorlati teológiára, és mivel ebből volt PhD fokozatom, így a édesapám nyugdíjba menetele után megörököltem ezt a tanszéket. Hát megmondom őszintén, hogy nagyon örülök, hogy ezt elmondtad. Nem biztos, hogy mindenki tudja, hogy téged mi inspirált arra, hogy eljussál oda, és mindezt olyan nagy szeretettel, visszaemlékezéssel, hogy ilyenkor azt mondja az ember, hogy igaz, hogy nehéz időszakokat éltél át, meg a család is, de csak a szépre emlékszel, mert ez ad neked erőt. Ez volt az érzésem. Akkor, amikor katona évek voltak, vagy akkor is, amikor a hallgatóként mondjuk akár Kaba után, és mondjuk nem volt sikeres a zenei, de az az érzésem, hogy örülsz is neki, hogy nem. Mert lehet, hogy más irányba vitt volna el az élet, de ilyen szép történetet és életpályát, az eddig életpályádba nem tudtál volna biztos, hogy... Hát az egy izgalmas dolog, hogy azért a művészkurzusra vitt ki Virágenre tanár úr Assisibe, és egy nagyon szép hónapot töltöttem, és sok szép élményem van a művész világból, és hát csomó ismerős is természetesen, akikkel együtt az ember végzett, vagy találkozott. És abba is beleláttam, hogy azért ez egy könyöklős világ. Hogy megfelelő koncert száma legyen valakinek, azért nagyon sok mindennek össze kell jönnie. És én azért adok hálát az Úristennek, mert semmiben nem szenvedtem hiányt, mert amikor teológus koromban kiderült egy-egy kiszálláson, hogy én úgy értek a orgonáláshoz, akkor szinte kézről kézre adtak, és annyi zenés állítatom volt, ahol megkértek, hogy orgonáljak, amit nyugodtan nevezhetek koncertnek, csak mindig van egy igen magyarázat, vagy egy rövid liturgikus fölvezetés, és aztán jön a zene, ami nekem mennyiségét tekintve azt jelentette, hogy én ott játszhattam, ahol csak bírtam, és belefért az időmbe. És az volt a legizgalmasabb, hogy ahogy a érettebb fejjel, hiszen én 5 évvel voltam idősebb a saját évfolyamtársaimnál, érettebb fejjel szinte faltam a teológiai szakirodalmat, úgy megszerettem a teológiát, hogy, és közben orgonálhattam is, hogy nekem abszolút nem volt veszteség érzet, hogy én most nem a Zeneakadémián tanultam, hanem kaptam valami sokkal szebbet, ami magába foglalja az orgonálást is, és hát az egyik főtárgyam a liturgika, ami az istentisztelettel foglalkozó tudomány, az még nálunk reformátusoknál is azt jelenti, hogy az egyházzenének, hiszen nálunk a gyülekezet énekel, szeret énekelni, ebben is kell fejleszteni,
és a hangszereknek az állapota egyáltalán nem mindegy, hogy milyen, és milyen zene szólal meg az istentiszteleten. Ezt még be is tudtam építeni. Úgyhogy valahogy úgy alakította ezt az utat az én életemnek az ura, hogy semmiben nem szenvedtem hiányt. Úgyhogy abszolút nyugodt szívvel tudok róla beszélni, mert többet kaptam, mint amit én a magam feje után elképzeltem a refis korszakban. És ez egy nagy ajándék, úgyhogy ilyen jól összesimítani ezt a kettőt, ezt nem igen. Ez egy nagyon érdekes, volna. Hogy ha összehasonlítom, ugye én a vizuális kultúra, egy rajztanár diplomám is van, de ugyanakkor természetesen az emberek szolgálatáról, amikor az állami igazgatásban dolgozik az ember, de ezek mindig összejönnek a vizuálisan, nálad pedig az énekzene kultúra és a lelki gondozás egyszerre megjelenik. El tudom képzelni mondjuk egy kis faluba, ahol református templomnak az orgonáját javítani kell, akkor megkérnek téged, hogy püspök úr, vagy Karcsi, gyere már hallgass meg, most jól csináljuk, vagy nem csináljuk, mert végül is ezzel a idézőjelben füllel pillanatokon belül észreveszed azt, hogy ezt az orgonát már jól lenne felújítani. Hát ráadásul ez is gimnazista élmény, és egy nagyon szép kapcsolat Pannonhalmával. Ugye szokták mondani, hogy Debrecen és Pannonhalma között aranyhíd feszül. Ez egy nagyon szép, sok mozzanatból összeálló egyháztörténeti tény, hogy a debreceni tanárok, tiszántúli püspök és a pannonhalmai főapát, illetve tanárok mindig megértették egymást, és két jelentős iskola a magyar kultúrában. A első éves gimnazista voltam, nyári szünetben olvastam egy könyvet, Szigeti Kilián volt a szerzője, régi magyar orgonák sorozatot indított, a Soproni kötet jelent meg először. Olvasgattam, és úgy megtetszett ez a nem csak a orgonálás, hanem orgona szerkezete, története, és az is kiderült ebből a könyvből, hogy mi mindig a németországi, hollandiai, francia országi orgonákra, orgonatörténetre gondolunk, hogy micsoda remek hangszerek vannak, és azok az orgonépítők, akik a barokkorban, a Zilbermann orgonák és Bach korabeli orgonépítők, ettől az ember elájult. És akkor jött Szigeti Kilián, egy pannonhalmai szerzetes, aki azt mondja, hogy hát azért Magyarországon is vannak régi orgonák, nekünk ezt kéne felfedezni, ezt kellene egy kicsit jobban megismerni, bemutatni, és ő el is kezdte ezt. Én meg, mint tinédzser, fogtam a postakönyvet, megnéztem, hogy Pannonhalmai Gimnázium, Vár utca 1, Pannonhalma, írtam neki egy levelet, hogy ez engem érdekelne, és igazítson el. És Szigeti Kilián válaszolt. És onnantól kezdve én ráharaptam erre a orgona történetre, kért tőlem adatokat, hogy nézzek utána a debreceni kollégium levéltárában ennek, annak, amannak. A könyveiben ott is van lábjegyzetben a köszönet, amit adatot szolgáltattam. És egy, akit én nem láttam, 10 évig leveleztünk, amikor találkoztunk az aljaki orgona szentelésen, amit ő tervezett Kisvárda mellett egy katolikus templomban. Én addig csak levélből ismertem, de ez az alázat, ez az odafordulás egy kölyökhöz, ez nekem lenyűgöző volt. És elkötelezett egy életre az orgona történet mellett, úgyhogy nekem ez egy hobbim, hogy ahol járok, fölmegyek, fölírom a diszpozíciót. Sejtettem. A fényképezőgép van nálam, most már ugye könnyebb telefonnal. Igen. Az ember lefotózza a hangszer külsejét. És ez nekem egy olyan szórakozás ma is, ami még teljesebbé teszi az életemet. Úgyhogy... Nagyon érdekes, hogy akkor, ugye itt a 40 év alatt az összesen 12 gimnázium volt, ugye 8 egyházi szerzetesrendi volt Pannonhalma, egy református épp a Debrecen, meg ugye volt a zsidóságnak a evangélikus, meg hamar megszüntették, bár eredetileg az is kellett volna, hogy maradjon tovább. És én ugye emlékszem, hogy Korzenszki Riárdal, amikor megismertem, akkor hasonlóképpen beszélt ő is ezekről
akkor együtt lévő iskolák kapcsolatáról is. És úgy tudom, hogy Richarddal neked mai napig is nagyon jó kapcsolatod van. Várszegi Asszikkal is. Korzsánszky Richarddal is. Most a Tihanyi konferencián mindig öröm találkozni vele. Egy életvidám ember, aki a meditációival engem is sokszor táplál, mert az ember, amikor sokat prédikál, és egy püspöknek azért elég sokszor kell szószékre állnia, úgy szoktuk mondani, hogy az ember kiprédikálja magát. És hogyha nem tölt, és maga nem kap lelki töltekezést, akkor az nagy baj. És hát az egyik ilyen lelki töltekezés éppen az ő meditációs könyvei is. Hát én is nagyon szeretem, régi barátság köt össze. Hát ugye 89, amikor a Paskai Biboros úr a fősztályra delegálta őt meg a Pregum Pistát, és hát attól persze kezdve végül is aztán megmaradt a mai napig is ez a kapcsolat. A Pregum Pistát említetted. Ő adott újra össze bennünket. Ha Pregum Pistát említetted, akkor meg kell még említenem egy életút állomást. Már refis voltam, amikor édesapám Nyíregyházára került, nyírségi esperes lett. Több mint 70 gyülekezet volt rábízva a Nyíregyháza központtal, és egy igen jó kapcsolatot ápolt a helyi evangélikus, nagy, tömb gyülekezettel, ott akkor 12 lelkipásztor szolgált, hiszen egész Szabolcs-Szatmár, Bereg megye, sőt még a Sátoraljaújhely környéke is oda tartozott, onnan látták el. A görögkatolikus egyházzal, a római katolikus egyházzal, a baptistákkal, a metodistákkal egy olyan ökumenikus légkörben szolgálhatott, ami áldás lett az egész városnak, és mindig szeretettel emlegetik. Ez a nyíregyházai időszak jelentette nekem azt, hogy amíg a konziba jártam, addig egy olyan hangszer állt a templomba, ahol gyakorolhattam, amit Árokháti Béla tervezett, aki Zalánffy Aladárral a két világháború közötti orgona megújulásnak volt az úttörője. És oda is nagyon, nagyon fontos szálak kötnek, úgyhogy ez a Tornyospálca Kaba Nyíregyháza hármas adta meg az én hátteremet ifjúkoromban. Egy nagyon érdekes, ha már itt szóba került görög katolikusság, Pregum Pista, hát sajnos most már 11. éve, hogy elment, 10 éves évfordulójára sikerült azért egy olyan konferenciát kezdeményezni, amit meg is csináltak Nyíregyházán. Ne felejtsék el, mert ő egy olyan személyiség volt, ami ritka, legalábbis mint volt országgyűlési képviselő 85 és 90 között. Ha ő rajta keresztül nem nyújtjuk be azt a módosítást, hogy ha az egyház oktatási, szociális, stb. Intézményt tart fenn, akkor az államival megegyező, tehát a szektorsemleges finanszírozás, ezt ő nyújtotta be 90. január 23-án, és 24-én meg is szavazták, tehát az akkori politika úgy döntött, hogy igaza van. Hát ha közfeladatokban részt vesz, akkor ez nem lehet pénzkérdése, hanem a szabadiska választás elvének érvényes, azt pedig egy jogállamban biztosítani kell, meg az alkotmányosság biztosítja az ingyenes tankötelezettség, akkor ez nem lehet kérdés. Igen, ám csak ez egy olyan mérföldkő volt, hogy az Európában nincs ilyen, a világon nincs ilyen. De ez a gondolkodást, ha Pista akkor nem képviselő, az én szobámba írtuk meg neki, és nekem megvan róla még a parlamenti felszólalásnak a videója is. Tehát gyakorlatilag ezek mind olyan történelmi pillanatok, ami sokan nem is tudnak, és természetesnek vesznek, vagy nem természetesnek. Na de minden esetre ugye itt szó volt görög katolikuságra. Most egy olyan, a kálvinista Rómába vagy te ugye püspök, ahol egyszerre két, egy görög katolikus és egy római püspökségnek is a székhelye lett. Azért ez azt jelenti, hogy az ökumené jegyében azt hiszem, hogy még szorosabbá válhat kapcsolat ennek a három protestáns, illetve a katolicizmusnak két ágának a találkozása. Ebbe jelentős szerepe kell, hogy legyen neked, hiszen ez a püspökség azért mégiscsak innen indult, sőt, hát 450 évvel ezelőtt is innen indult valami. Azt gondolom, hogy azzal, hogy 1991-ben II. János Pál pápa
debreceni útja kapcsán rendkívüli helyzetben, mert előre nem tervezett módon, bár vágyott módon megkoszorúzta a gályrabok emlékművét. Aztán 15 évre rá, a 15 éves jubileumon, akkor már sajnos nem élt, az akkori pápai nunciatúra ügyvivőjének a jelenlétében készült egy bronz koszorú arra a helyre, ahova helyezte a koszorút, és megemlékeztünk erről. Ez egy olyan oldódást hozott, ami ma azt jelenti, hogy Palánki Ferenc püspök úrral és Kocsis Fülöp érsek úrral a legnagyobb harmóniában vagyunk együtt. Minden hónapban vándorolva a püspöki lakosztályok között beszélgetünk, oldottan mindent, a meredek témákat is, meg a viccesebb dolgokat is elő tudjuk hozni. Egy kis szünetet tartunk most, és folytatjuk az élet, mert ezt kevesen tudják, hogy itt ez a hármas találkozás, ez milyen eredményeket hozhat, mind a három egyházra nézve. Kedves nézőink és hallgatóink, folytatjuk tovább Fekete Károly barátommal a beszélgetést. Eljutottunk odáig a kálvinista Rómába, három püspökség, bocsánat, egy érsekség és két püspökség együtt gondolkodik, és együtt dolgozik, és a rotációs elv szerint időnként mindig találkozik, és összeegyeztetik azt, hogy mi mindent tudnak közösen tenni. Azt hiszem, amikor a 62 és 65 között a zsinat volt, illetve hát az akkori, azért aminek van egy olyan eredményesége, hogy nyit a katolikus egyház, és tulajdonképpen más vallásokat is elfogadja ennek. Ti egy nagyon jó ötvözete és végrehajtói szintit tudtok megvalósítani ott. Biztos, hogy... Tehát a második vatikáni zsinatra gondolok, és annak a üzenete nagyon, közt ez is ott van. Nagyon fontos eleme ennek az, hogy Bőcskei Gusztáv püspök elődöm és Bosák Nándor Palánki Ferenc püspök úrnak az elődje már harmonikus viszonyt alakított ki. Ez egy jó alap volt, és amikor megjelent a görögkatolikus székhelyként Debrecen, akkor teljesen természetes volt, hogy hármunknak olyan párbeszédben kell lenni, ami sok mindent kell, hogy egyeztessen, városi dolgokat is, ökumenikus imahetet, az adventi vasárnapoknak a városi rendezvényeken való megjelenését, a augusztus 20-ai virágkarnevál nem maradhat el, a kenyérszentelés nem maradhat el. Olyan sok közös szolgálatunk van, hogy nekünk emberileg is találkozni kell, hogy senkiben ne maradjon semmilyen hiányérzet, illetve hogy ez a idézőjelbe tett munkamegosztás, ez egy természetes legyen, és ezt ne csak mi mondjuk, hanem ez látszódjon, ez mutatkozzon meg azok előtt is, akik nem tudják, hogy mi havonta találkozunk, vagy közös televízió beszélgetések vannak rendszeresen az Erőnk Forrása című műsorban, ahol valamilyen témáról elmondjuk az álláspontunkat, sőt, inspiráljuk egymást a beszélgetés közben. Ez egy nagyon szerencsés adottság, hogy így áll föl ez a hármas egyházi vezetés, és azt is mondhatom, hogy a püspöki székhelyjel nem Debrecenben rendelkező felekezetek papjaival is nagyon normális, természetes, jó kapcsolat van. Ez azon is múlik sokszor, hogy a város is akceptálja azt, hogy ez egy ilyen összetétel, és nemhogy provokáció nincs, hogy valakit úgy tolnának előtérbe, hogy a másik kettő csorbuljon, hanem nagy tapintattal fogadják a városi testületek ezt a tényt, és azt merem mondani, hogy nagyon sokan örülnek annak, hogy nálunk van egy ilyen felekezeti béke és egy jó hangulat. Jó példa. Ez Debrecenhez méltó, azt gondolom. Igen, ez jó példa is arra, hogy így is lehet embereket szolgálni ki a maga területén, de közösen.
mindig az ember legyen. Ugye ennek a műsornak se véletlen választott, a Párbeszéd az emberért. Ez nálatok ez a Párbeszéd, ez folyamatos. Igazából ez az egész Tiszántúl tekintetében, nálunk 9 egyházmegye van, a Csongrádi egyházmegyét kivéve, ahol teljesen természetes, hogy a szegedi püspökség miatt és a szegedi csongrádi katolikus középkori hagyományok miatt egy nagyon jelentős katolikus központ van. Fölfelé haladva azt lehet mondani, hogy a vallási térképen Tiszántúlon a reformátusság van túlsúlyban. És ebben ezzel a biztonságérzettel és ténnyel az ember nem lehet sem lekezelő, sem hogy elhanyagolja ezeket a kapcsolatokat, sőt a nagyobb testvérnek kell körültekintőbbnek lennie a kisebbekkel szemben, és ezt olyan jól meg lehet oldani, úgyhogy én szeretettel vagyok irántuk. Én örülök, mert Kocsis Fülöppel is és Palánki Ferenccel is csináltam. És hát ez a triumvirátushoz hozzátartozol. Te is ezért gondoltam már akkor is, hogy előbb-utóbb megpróbálom. Hát, ha Karcsi vállalja, hogy szintén egy beszélgetésen. És örülök az, hogy visszaigazoltad. Mindaz, amit ők is mondtak. Ez tényleg áldásként éljük meg. És ez így, sőt, azt lehet mondani, hogy az a környezet, ami körülvesz bennünket Európában, hogy rengeteg feszültség van, vallási tekintetben is, ott nem engedheti meg magának a kereszténység, egy debreceni kereszténység sem, hogy ilyen hétköznapi purpallékba menjünk bele, és arra pazaroljuk el az energiát, amikor nagyon sok teendője van az egyháznak itthon is, igen, Európában is. Úgyhogy össze kell kapaszkodnunk, és ezt mi egymással nagyon jól meg nagyon érdekes, oldani. Tehát amikor most mondod, hogy a kereszténységnek a három ága, ugye az ortodoxia, a katolicizmus és a protestantizmus, a te egyház kerületedben találkozik, hiszen a román ortodoxia is így van, Gyulán, ott van úgyhogy végül is a többi kis protest, idézőjelben nem kicsi, hanem Magyarországon kisebb lélekszámmal vannak jelen, de azok is, ahogy említettem, metodisták, baptistákkal, stb. Kapcsolatod megvan. És úgy tudom, hogy az ottani rabbival is végül is azt jelenti, hogy a hitközséggel is nagyon jó kapcsolatot ápolunk. Ebben is vannak előzmények. Egy Baltazár Dezső, a 20-as, 30-as évek debreceni református püspöke. Sőt, főrabbi, bocsánat. Baltazár Dezső, amikor Szegeden atrocitás érte az ottani főrabbit, akkor lement, és fölvéve Zsoltár textust, ószövetségi textust, tanítást adott. Tehát vannak ennek nagyon szép hagyományai, illetve amikor rektor voltam, akkor az egyik jelentős és maradandó emlék, hogy egy ifjú dr. Varga Zsigmond nevű holokauszt mártírnak, aki tőzsgyökeres református volt, bölcsészdoktori diplomával és doktorátussal a kezében, a Collegium Hungaricum ösztöndíjasa volt Bécsben, akkor éppen teológiából készült doktorálni. A bécsi gyülekezetben nevezte ki Ravasz László püspök úr lelki gondozói szolgálat, hogyha már kint van, akkor prédikáljon, és 1944-ben volt ez. Figyelte a Gestapo, és letartóztatták, Mauthausenbe került, és azért, mert ő, mint egy jó protestáns prédikátor, ó és új szövetségi textusból egyaránt komoly fölkészültséggel hirdette az igét, és ezt valakiknek ott nem tetszett, ezért Gusenben egy harmadik fokozatú, legsúlyosabb fokozatú koncentrációs táborban meghalt. Igaz, hogy nem a gázkamrában, hanem tifuszban, mert egy járvány volt, de ha ez nincs, akkor ő a gázkamrában végzi. Ugyanúgy holokausz mártír, 26 esztendős volt ez a tehetséges fiatalember, emléket is állítottunk neki. Egy gyönyörű jelmondata volt, non videri sed esse, nem látszani, hanem lenni.
és ezt tudják a debreceni zsidó testvérek is, számon is tartják. Ez egy olyan összekötő kapocs, hogy fiatal református teológus tehetségként az életét áldozta Krisztus ügyéért, és az ószövetségi tanításért is. Ezt nem lehet, ezen nem lehet keresztül lépni olyan könnyen. Igen. És ez ad egy olyan lehetőséget is, hogy az ember azt tudja mondani keresztényként, hogy lehet így is fordulni a zsidósághoz, hogy szinte sortásként belülről kapja ugyanazt a büntetést, mint más indulatból. Érdekes, amit most mondasz. Egyszer meghívtak egy olyan esküvőre, ahol egy zsidó ember vett el egy katolikus lányt, és egy szerzetes adta össze őket azzal, hogy ebbe a párba az Ószövetség és az Újszövetség találkozik. És valóban hát erről van szó, hogy a szerelem meg a emberi kapcsolatok azok nem kell, hogy azt jelenti, hogy ellenséget lássanak egymásba, hanem valahol megtalálják azt az urat, akit közösen kell szolgálni. Úgyhogy azt hiszem, hogy erre Debrecen egy nagyon jó példa, amit most elmondtál. Említetted azt, hogy a városba is neked, vagy nektek nagyon jó a kapcsolat, és odafigyelnek. Ez azt is jelentheti, hogy mondjuk egy-egy mondjuk településfejlesztéssel kapcsolatos döntés előtt a testület az ott lévő egyházak képviselőt is megkér véleményt, javaslatot kér tőlük, vagy csak formális a találkozó. Érdemje ez az ilyen? Igen. A város polgármestere is találkozik velünk rendszeresen. Van úgy, hogy külön, van úgy, hogy együtt is. Ez is egy érdekes dolog, vagy másrút nem nagyon hallom, hogy az egyházi vezetők és a polgármester együtt tud a város dolgairól beszélni. Természetesen a városnak megvan a maga fejlesztési terve, de az irányokat ismerjük, a polgármestertől ismerjük, és ebben mi elmondhatjuk a mi elképzelésünket is. Most egy gyönyörű példa, ha már kettős jubileum, a 500 éves reformáció és a 450 éves Magyar Református Egyház alapítási éve az 1567-es debreceni zsinat miatt. A városbája az egy hagyomány, Debrecenben most a városbájának az adakozása, és annak a kiegészítése azt eredményezi, hogy az Árpád-téri református templom, ami az úgynevezett kakasos templom és a nagyfőútak körforgalmának a találkozási pontján áll, ezt most renováltatja a város, és reméljük, hogy még ebben az évben átadásra kerül. Egy gyönyörűen kívülről megújult neoromán stílusú templom, ami eredeti pompájában fog állni, ugyanazokkal a díszítésekkel a tetőn és a téglát idéző külső burkolattal. Ez a város ajándéka a reformáció alkalmából, hiszen ez az Árpád-téri templom a 300. évfordulóra készült el, és az akkori egyik jelentős városi építész, Vecsei Imre és feleségének, Bruckner Karolinának a hagyatékából épült. Megint csak a várossal köt bennünket össze, és olyan értéket újít fel a város, és ajándékozza meg az egész város közösségét, hiszen ebbe a templomba mindenki belebotlik, az átmenő forgalom is belebotlik, és eléggé elárvult volt a külseje, most szépen megújulva. Egy olyan tény, amit nem kell bizonygatni, hogy most ez hogy van. Máskülönben ugye említetted ezt az együtt szót. Amikor nyugdíjba mentem 99-ben, mivel pécsi ember lévén, Pécs és a Baranya megyei vezetések kértek, hogy jöjjek, segítsek nekik, és az volt a lényeg, hogy az önkormányzatok, az egyházak találkozására egy sorozatot csinálunk, és ez volt a neve, hogy együtt önkormányzatok, egyházak, és akkor mindig volt az, hogy kultúráért, között, mondjuk nemzetiségi identitás, stb. És ez egy ilyen sorozat ment le ebből, ami
amire a lényeg, hogy megjelentek a megye polgármesterei, megjelentek a lelkipásztorok is, és természetesen benne az egyháznak akkori vezetői, a Hegedűs Lórántól kezdve, mondjuk a Duna mellék is, hogy mennyi olyan pont van, ahol valóban együtt kell tudni szolgálni az embert. Hát végül is a település fejlesztésben az egyházak ugyanúgy vesznek részt, csak nem ilyen név alatt, mert az a állami gazgatásban inkább jobban használható fogalomként van jelen. Erről jut eszembe, hogy akkor, amikor ti hárman egyeztettek sok mindenbe. Például mondjuk, amikor egy országos nagy, tegyük föl, jogszabályi változtatás van, közoktatásban, szociális gondoskodásban, család értetében, lelkiismeretés, vallásszabadságról, finanszírozás, egyházfinanszírozás, akkor ti már ezeken való részvétel, ha meghívják persze az egyházakat is, mert ugye ez nem egészen Igen. így van, akkor már közösen tudtok, hogy is mondjam, fellépni az egyeztetett javaslatokkal, vagy nincs meg még ez a helyi párbeszéd, egy országos párbeszédbe való részvételben, mert azt hiszem ez lenne az igaz. Igen. Az elmúlt két évben, hiszen a hármas kialakulás az elmúlt két évnek a gyümölcse, mert úgy jöttek a kinevezések. Olyan még nem volt, amit most konkrétan tudnék példát mondani, de szerintem az alapját megteremtettük, hogyha lenne ilyen, akkor ezt meg fogjuk tudni tenni. Jó. Egy olyan dolog van, amiben főleg Kocsis Fülöp püspök úrral sokat tárgyaltunk és beszéltünk, de amióta Palánki Ferenc megérkezett, ő is tudja ezt, hogy a cigány misszió kérdésében és a roma testvérekkel való kapcsolatban emlegetik azokat az egyházi törekvéseket, hogy talán szegregálunk, vagy elnyomjuk, vagy nem fogadjuk szeretettel, és ennek volt egy közelmúltbeli példája a bihari egyházmegyénkben, szegregációvágyával kaptunk sok mindent, hideget, meleget. Hát őt meg nyíregyházán. Így van, és pont ez volt a beszélgetés, és amikor eljutottak a tárgyalások a térség vezetőivel és iskola vezetőivel, meg a minisztérium képviselőjével, akkor én fogtam magam egy este, és leültem, és egy nem a deszegregáció irányába, ami egy negatív fogalom, hanem a kölcsönös párbeszéd jegyében egy olyan együttműködési megállapodást fogalmaztam, amit aztán el is fogadtak a bihari térségben, hogy enyhítsük azokat a feszültségeket, és az egyház nemhogy akadálya akar lenni, hanem segítője szeretne lenni annak a fölemelkedésnek, ami minden roma fiatalt megillet, és ezt a anyagot, ezt meg is ismertettem a két püspök kollégával, és hát azt is tudják, akik ezzel foglalkoznak, hogy ahogyan van görögkatolikus roma fiataloknak szakkollégiuma, akik a egyetemen főiskolai szakokon tanulnak Debrecenben, ugyanúgy nálunk is van egy Vál István szakkollégium a roma fiataloknak, éppen holnap lesz a keresztény roma szakkollégiumok hálózatának az éves évnyitója és találkozója Miskolcon. Tavaly mi voltunk a házigazdák Debrecenben a Vál István szakkollégiummal. Konkrét tevékenységgel próbálunk azért tenni a saját lehetőségeinkhez képest, hogy megmutassuk, hogy van út a nagy keresztény felekezetek körében a cigány testvérekhez. Ma egy olyan sajtótájékoztatóra és evangelizációra megyek a debreceni Dorkász kempingben, ahol a Tiszántúli Egyházkerület cigány missziójának az egyik pályázati forrásból elinduló képzése indul, és közeledés a Hajdú-Bihar megyei cigánysághoz. Hát
És ezek közös ügyek, mert a hát római katolikusoknál, görög katolikusoknál, még hogyha többségi a vallás a faluban, akkor is megjelennek, és szeretnénk integrálni, behozni Krisztus közelbe, szeretni igen. azokat a testvéreket, akik erre fogékonyak. Kapcsán egy nagyon érdekes, én megmondom őszintén, egy kicsit meddő vitának érzékelem ezt tudnék. Ha belegondolsz, a jelenlegi kik tarthatnak fent, mondjuk oktatási intézményeket. Akkor azt mondom, hogy az állam, az önkormányzat, az alapítványok, az egyházak és a nemzetiségi önkormányzatok. 13 nemzetiségi önkormányzat van, benne a cigányság is. Önálló iskolafenntartó szerepe van. Akkor hozhat létre iskolát, amikor akar is, és természetesen egy tiszta cigány iskolánál a pedagógusnak több pedagógusa és jobban megfizetett pedagógusa van szüksége. Ahhoz, hogy fel tudja zárkóztatni a társadalomról a szerepvállalásra az embereket, hogy ezt egy városban csinálja, és együtt mondjuk valamelyik vallás felekezet vagy egyházal közösen, ez azt jelenti, hogy az az önkormányzat intézménye. Van egy kis falu Borsódban, Komlóska. Komlóska 200 lelkes falu. Megszűnt volna az úgynevezett államosításhoz iskola, de a Ruszin önkormányzat úgy döntött, hogy ő ott létrehozza. Tehát a település szellemisége a Ruszin szövetségen keresztül, mert az önkormányzat már nem hozhat létre, mert őtől elvették. Na most ez ugyanúgy igaz bármelyik nemzetiségre is. Tehát ebből adódóan azt jelenti, hogy természetesen ez nem szegregáció, hanem olyan profili intézmények jönnek ki, amilyen annak az identitásához szükséges. Megint mondok egy példát, Soltvadkert. Az evangélikus egyház Soltvadkerten német nemzetiségi óvodát és iskolát működtet. Ebben miért érdekes? A nemzetiségi identitása és a vallás identitásának az közös használva szolgálata. És az a település, ahol valamikor nem is volt ilyen, de a svábság újra élni akarja, az csak a gyerekeken keresztül tudja a nyelvét megtartani, máskülönben elveszti. Na most ez, valahol ez azt jelenti, hogy rá lehetne tenni. Paradigmának. Hát igen. Tehát ezek mind olyan példák, amik ma vannak, és ebből adódóan nem kellene ebből ügyet csinálni. Ezek nem szegregációnak nevezni. Svédországban például természetesen vannak cigány iskolák, és az ottani pedagógusokat az állam kétszer annyira fizeti, mert tudja, hogy ott több pedagógusra van szükség, nagyobb türelemre, és meg kell tanítani mindenkit arra, hogy egyenrangúvá érezze magát a másokkal is, de saját magukkal együtt tudják ezt elsősorban, közösen. Megszokni magát az iskolát, és természetesen rajtuk keresztül a családot is tudja segíteni. A cigány pasztorációnak ez az úgynevezett szellemi és a testi és egyéb dolgot együtt kell. Itt volna jó, hogy az állam és az egyházak, benne természetesen a nemzetiségi önkormányzatok együtt tudnának ebbe a kérdésbe lépni. És nem azon harcolni, hogy most akkor ez szegregáció vagy nem szegregáció. Én pedagógus vagyok, és én a gyerekbe gondolok. Tanítottam én is cigány gyerekeket, semmi gondom nem volt. Azt kérdezte a igazgató, hogyha valami gondotok van, ez 61-ben volt Komlón, hogy a cigány gyerekekkel akkor szóljatok nekem. Mondom, miért, Sanyi bácsi? Azt mondom, mert a Vajdával jó a kapcsolatom, és a Vajdával megállapodtunk, hogyha bármi gond van, akkor rajta keresztül. Most megszűnt a Vajda rendszer, vagy csak imittam ott van. Tehát nagyon nehéz az ők általuk elfogadottokon keresztül közlekedni, mondjuk egy közös akarat, közös megvalósításában. Én azt hiszem, hogy amiről te beszélt, erről van szó. Igen. Mindenképpen nagy odafigyeléssel vagyunk, és szeretettel, hogy ez gyógyuljon ez a, hát igen. Ez a seb. Intézményről van szó, és ugye említette 44-et. Én 45-re gondolok, 72 évvel ezelőtt az egyházakat ért egy óriási jogsérelem, tehát minden vagyonuktól megfosztották. A 91-es, 32-es törvény, amit mi Antal kormány időszakában dolgoztunk ki, az igazságügyi miniszter Izsépi Tamás közösen, az tulajdonképpen a társadalomról szerepvállalásokat elősegítendő egy részleges kártalanításról volt szó, hogyha oktatásban részt vesz, akkor a volt intézményét kérheti vissza, vagy annak pénzéből létrehozhat a funkciótás elvére épülő konszenzus volt ez. De ezzel nem oldódott meg az, hogy a hitélet intézményei, ezek nagy része műemlék, városképileg és egyáltalán településben is jelentős szerepet játszó parókiák és egyéb intézmények, és itt most nem oktatás, vagy szociális, tehát nem állami feladatok
elvégzésében való részvétel. Ezeknek nincs meg a muníció, és ezért egy kiszolgáltatott helyzetbe kerül a mindenkori hatalommal. Mi a véleményed, hogy ezt a jogsérelem jogorvoslását nem kellene elővenni, nem azzal, hogy az egyház kéri vissza a vagyonát, hanem szeretné tudni, hogy mennyi lenne az öröksége. És az örökség összegével, egy tárgyalással azt mondja, hogy ennek X kamatával el tudom látni a mai feladataimat. Ez egy nagy gondunk és nagy dilemmája az egyházi vezetőnek is, hogy tudjuk működtetni. És a működtetés az a korábbi évszázadokban megoldottá vált, mert hát én gyerek voltam, és ezt a tornyospálcát emlegettem az előbb, ott emlékszem rá, hogy édesapámnak ősszel menni kellett a felesekhez, és felezni. Én nem nagyon értettem akkor gyerekként, hogy hogy de van jó, ez. Amit mondasz, ez igen. A temető mellett volt egy olyan földrész, ami valahogy nem államosította, nem tudom, hogy történhetett. Ez a 60-as évek elején volt. Ott vagy burgonyát, vagy kukoricát, valamit lehetett termelni, és az úgynevezett pap földje volt, tehát a javadalmi föld régen, aminek a terménye, vagy termése a lelkipásztort illette. Nyilván mi nem műveltünk földet, de ki volt adva felesbe, és a megtermelt terménynek a fele illetett bennünket. Most már ezt értem, de visszatérve a kérdésedhez, hogy ez be volt építve, vagy úgy is mondhatnám, hogy ezzel kalkuláltak a gyülekezet tagjai, hogy ez ezzel együtt tudják a lelkészi státusz fenntartani, az épületeket rendben tartani, azokat az alaptevékenységeket végezni, amire azt mondjuk, hogy ez az egyház feladata. És ebben szenvedünk hiányt, hogy ez a biztonságos hátország, amivel lehetne a működést garantálni, ebben mindig ki vagyunk szolgáltatva annak a mindenkori hatalomnak amelyik ezt Karcsika, újraosztja. Nem végszónak szántam ezt, hanem egy gondolkodás továbbitelének, hogy érdemes. Ez egy házi feladat. Igen. Ez egy házi feladat, tudnék, nem akarok én, nekem ne tegyen a hatalom kegyet, ha volt, aki valamikor adományból el tudta látni. Most csak egy példát mondok, és ez Sárospatakhoz kötődik. Lóránti Zsuzsanna retteltes birtokokat adott ahhoz, hogy létrejött az. Gyakorlatilag, vagy a podmaniszkiak, azok az evangélikusságnak adták a birtokai. Tehát ezek adományok, és nem kéri ezt vissza, hanem szeretné tudni, hogy mennyi ennek az értéke, és akkor a mindenkori kormány ennek az X százalékát garantálja, és egy automatizmus alakulna ki. Hát abban a reményben, hogy ez is előbb-utóbb azért az egyházaknak az áldásos tevékenységét segíti, és nem kiszolgáltató helyzetbe kerüljön. Fejezzük be a mai beszélgetést, és majd folytatjuk egymást. Még egyszer köszönöm, hogy együtt. Én köszönöm, hogy itt lehetem, és áldás békességet kívánok minden kedves nézőnek, hallgatónak. Köszönöm szépen én is.